Áldás békesség, Szanyi György vagyok. 1997-ben végeztem el a nagybelgi református líceumot, és azért ültem le a kamera, hogy néhány biztató szót mondjak azoknak, akik esetleg felvételizni készülnek a nagybelgi református líceumban. Miért a nagybelgi református líceum? Hogyha saját életemben látom az intézménynek a jelentőségét, akkor azt kell elmondjam nektek, hogy először is a nagybelgi református líceum volt az a hely, ahol én emberré váltam. Ahol megtanítottak élni, és megtanítottak úgy élni, hogy jó kapcsolatokat tudjak ápolni az emberekkel, hogy a kamaszkornak a különböző kilengései közepette mégiscsak valahogy ráismerjek arra, aki vagyok, és aztán ebben az ismeretben gyarapodjak egy egész életen át. Aztán a nagybelgi református líceum volt az a hely, ahol keresztény hitem megerősödött, elhívást kaptam az Úrtól, és lelkipásztor lettem, és nagyon hálás vagyok azoknak a tanároknak, embereknek, akik foglalkoztak velem, akik tanítottak, és akik minden hülyeségemet, és minden nyomorúságomat, és minden kicsapongásomat, amit egy diák elkövetett az életben, elkövettem, és ők mégis eltűrték, korrigálták, és egyengedték az utamat, hogy aztán majd megérkezzek egyszer. Miért a nagybelgi református líceum? Hát azért, mert tanárként azt tudom elmondani a nagybelgi református líceumról, hogy a tanárok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a diákok tanuljanak, fejlődjenek, és a fejlődésük nem csak tudásban, hanem hitben is megtörténjen. És azt gondolom, ez egy olyan környezet, ahol tényleg emberré és hívő emberré válhat valaki, megerősödhet a hitében, és a tanárok mindent megtesznek azért, hogy a diákok előre jussanak. Miért a nagybelgi református líceum? Azért, mert most már nem csak tanárként szólalok meg, nem csak volt diákként, hanem szülőkként is, akinek már két gyermeke tanul a nagybelgi református líceumban. Az egyik már Budapesten 2 éve az egyetemet folytatja, a másik pedig jövőre fog érettségizni, és hogy ez még megerősödjön, az idén, ha Isten megsegít, akkor a legkisebb lányunk pedig most fog felvételizni a nagybelgi református líceumban. Törődést kapnak, odafigyelést kapnak, megerősödést kapnak, és bár természetes az, hogy a diák nem örül ezeknek a figyelmeknek, mégis azt látom, hogy egy életre meghatározza az életüket. Szóval, ha iskolát akartok választani, és jó iskolát akartok választani, az én életem egy nagyon jó példa arra, hogy diákként is, tanárként is, és szülőként is csak a nagybelgi református líceumot tudom ajánlani.